Sziasztok! Komáromi Barnabás vagyok az AVI Online szerkesztőségéből, ez pedig a német Beyer Dynamic zászlóshajó fejhallgatója, a T1, mely megújult, most már második generációs, úgyhogy ejtsünk róla néhány szót, csak hogy megtudjátok, miért is olyan király ez a termék. Kezdjük azzal, hogy akár hiszitek, akár nem, bármilyen fejhallgatót fogtok életetek során vásárolni, higgyétek el, mindent elárul a termékről, a védőtok. Jelen esetben kemény falu, hiába ejtjük le, dobáljuk, nem lesz valószínűleg baj a benne lévő terméknek, illetve így rá van mélyeztve ez a két mélyedés, hogy meg tudjuk fogni, hogyha esetleg magunkkal vinnénk, cipzáras, fel is lehet akasztani, és hát igen. Ez az elegáns tálalás, ez ami egyszerre igényes és professzionális. A T1 most már T1 Second Generation néven fut. Végeztek rajta ugyanis a mérnökök némi finomhangolást az előző generációs T1-hez képest. Van itt egyébként egy kis tépőzáras zsebecske is, amiben bele tudjuk tenni ezt az adaptert. Na de, ne rohanjunk a dolgok elébe. Beszélgessünk még egy kicsit a kialakításról. A T1 egy high-end fejhallgató. Ennél fogva azt kell megvalósítania, amire a Beyer Dynamic úgy egyáltalán képes. A gyártás technológiában, igényességben, küllemben, és ilyen téren nem is van szégyent. A fejpánt az egy ilyen proteinbőrrel vagy műbőrrel bélelt, kárpitozott és memóriaszivacsal bélelt anyagból van, elképesztően puha, ugyanakkor nagyon rugalmas is. Szerkezetileg is rugalmas, ki lehet húzni belőle a hangszórókamrákat, és nem az a igénytelen műanyag csattogó kerregés, hanem csak egy ilyen alig hallható, szinte semmi, ahogy a fokozatok beugranak a kis helyükre, illetve ez az egyetlen darabból álló alumínium Y-idom is a maga bevágott T1 feliratával és ezekkel a kis nyílásokkal is egyfajta ilyen profi hatást kölcsönöz, és a termék egyáltalán nem próbál meg gicses lenni. Nagyon sok gyártók úgy értelmezik a high-endet, hogy akkor az valami luxus színvonalú dolog legyen, de itt szigorúan funkcionális és letisztult az összkép. Ez szerintünk egy szimpatikus adottsága a terméknek. Egyéb iránt Tesla technológiájú hangszóró található benne, az össztömeg körülbelül 300 g, és ez meglehetősen kevés, figyelembe véve azt, hogy ennek a tömegnek majdnem a felét a hangszórók teszik ki, ugyanis extra erőségű mágnessel és meglehetősen egy sima DT-szériás hangszóróhoz képest meglehetősen komplex összetétellel rendelkezik a Tesla hangszóró. Ráadásul nem direkt egyenesen a fülünk tengelyében helyezkedik el, hanem egy kicsit előrébb, egy kb. 10-15 fokos szögben megdöntve, hogy ne direktben jöjjön a fülünkbe a hang, hanem egy icipicit előről, így egy kicsit természetesebb sztereó tér mellett tudjuk hallgatni a zenét. Ahogy azt is láthatjátok, a kábel az moduláris, héten tisztaságú OCC reset tartalmazó vezetéket kapunk, ami nagyon igényes, nem gabolyodik össze, és textil köpeny van rajta, úgyhogy nem tapad hozzá más kábelekhez. A fejhallgatóról még annyit nem mondtam, hogy félig nyitott kialakítású, inkább nyitott, mint zárt igazából. Tehát ez a rács, ez a nagyon-nagyon sűrű, nagyon apró szemű rács, ami elfedi a hangszórót, ez részben segít abban, hogy ideális, optimális szellőzést kapjon a membrán. Másrészt pedig egy nagyon kismértékben elszigeteli a külvilágot, azért, hogyha valaki nagyon zajos környezetben dolgozik, vagy itt van az ablak, és egy körút melletti irodában ül, akkor sajnos a környezeti hangokat akkor is fogja hallani, hogyha kicsit magasabbra tekeri a hangerőt, tehát ezzel sajnos számolni kell. Egyéb iránt a termék fül köré fekvő kialakítású, a maga módján kompakt, mostanában inkább nagyobb fülesekkel találkozunk a fülköré fekvő kategóriában, azokhoz képest ez még teljesen baráti méretnek mondható. Talán, hogyha az utcán sétálnánk vele, akkor sem válnánk annyira feltűnővé. Na de, elérkeztünk a lényeghez, a hangminőséghez. Hallhatóan finomodott, csiszolódott az előthöz képest. A Tesla hangszórónak van egy mindent felülmúló előnye, a gyorsasága. Elképesztően gyors ez a fejhallgató, valami döbbenet.
a zenét sokszor már észre sem vesszük, és már bizonyos részletek már ott vannak a fejünkben. Ezt nem tudom máshogy körülírni vagy megfogalmazni, de valahogy sebészi pontossággal és gyorsasággal képes belepakolni az ember fejébe a zenét. Ugyanakkor van egyfajta higgadtsága, kimértsége, analitikussága, ami által megérdemli a termék, hogy high-endnek nevezzük. Az audiofil világban, ha nagyon le akarjuk sarkítani a lényeget, két tábor létezik. Az egyiknél a zene szépségét akarják megosztani a hallgatóval. A zenét élménnyé akarják tenni. A másik oldal pedig egy kicsit inkább a stúdiós oldal, hogy a zenét eredeti valójában mindenféle szépítés nélkül csak úgy tisztán, teljesen vegytisztán kapja meg a hallgató, és semmi ne zavarja meg azt, ami fel lett véve. Ez ma, amikor nagyon sok digitális forráseszközt használunk, és ultra nagy felbontásban tudunk akár házilag is hangfelvételeket készíteni, át tud esni a ló másik oldalára, és ilyenkor túlságosan mesterkévé válik az eredmény. Míg a másik, kényeztető oldalon, hogyha elvetik a súlyokat, akkor meg túl puha, túlságosan semmilyen ellágyult, szétszínezett lesz az eredmény. És ez a füles olyan 70%-ban inkább a komoly oldalt képviseli, ugyanakkor meg egy icipicit azért is dolgozik, hogy azért jó érzés legyen rajta zenét hallgatni. Vannak egy bizonyos zeneszámon, egy ütemen belül hideg és meleg részletek is. A korábbi Tesla hangszórók, amiket mi legalábbis hallottunk, jellemzően hűvösek voltak, jellemzően egy kicsit a magasba húztak, jellemzően nem tudtak idézőjelesen persze kedvességet vinni a zenébe, és itt végre egy kicsit összemosódtak a határok, nem éreztük azt, hogy ez csak egy gép, ami végzi a dolgát, sokszor inkább azt éreztük, hogy a zene úgy, ahogy van, belekerül a fejünkbe, egy teljesen lineáris, semleges közlésmódban, például a basszus egyáltalán nem túlzó. Hogyha valaki diszkós zenéhez, meg DJ fülesekhez szokott hozzá, akkor az, annak kevés lesz az a basszus, amit a T1 nyújt. Hogyha viszont valaki hanggal foglalkozik, nagyon sokat hallgat zenét, élő zenét, akusztikus zenét, amiben fontos az, hogy az arányok realisztikusan jelenjenek meg, akkor azért jó befektetés úgymond egy ilyen fejhallgató, mert megtanítja a hallgatót arra, hogy mire kell igazából odafigyelnie, amikor élő zenét hallgat. Figyelembe véve mindazt, amit kapunk, ezért a 300.000 forintos árért cserébe, megérdemli teljes mértékben, hogy kiváló termék cédulát aggassunk rá. Meghozta azt a fajta előrelépést, amit titkon reméltünk, ugyanakkor teszteltünk már nem egy sokkal drágább fejhallgatót is, és számos tekintetben képes felvenni azokkal a versenyt a T1 Second Generation, de csak akkor, hogyha kellően jó minőségű elektronikával szolgáljuk ki. Nem lehet ezt megkerülni sajnos, tényleg kell hozzá egy nagyon-nagyon jó minőségű DAC, vagy erősítő, és vagy mobil hifi lejátszó, ahhoz, hogy kihozzuk azt belőle, amire képes. Szerintünk, hogyha valaki meg fogja venni, akkor nem fogja megbánni, de hogyha a jövőben bármelyik költők, T1 tulajdonosok megnézik ezt a videót, akkor írjátok le kommentbe, hogy ti mit gondoltok róla, kíváncsiak vagyunk mindenfajta visszajelzésre. Egy szó mint száz, érdemes kipróbálni, akkor, hogyha valaki ezt a 300.000-es határt lőtte be magának. Szerintünk nagyon-nagyon jól sikerült, és reméljük, hogy ezt a frissítést, amit eszközött benne a gyártó, a kisebb, olcsóbb szériákban is alkalmazni tudja majd. Jó látni, hogy nem csak a félmilliós, meg milliós kategóriában kapja meg az ember, amire vágyik. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, hajrá! Hallgassátok meg, mi pedig találkozunk a következő videóban. Sziasztok!